kolonografokok baszélima. Ugyanez a vagy adóveciák. Az egyik, hogy az enzimmixel hogy fogytam le 23 kilót. Pravázz, hogy az ázsálka számúdják a enzimmix hodolt receptik kilók. Másik, hogy hogy léptettem be rekordmennyiségű ember direkte. A druhá vec bude, ako som rekordný počet ľudí zapísal do našej siete, do projektov. A történet azzal kezdődött, hogy január 17-én beléptek a kórházba. Celé to začalo tým, že 17. januára, ak vidíte, som sa dostal do nemocnice. Tüdőembolia, másnapra meg volt a trombózis is. Embolia plus, na druhý deň už som mal aj trombózu. A feleségem Csilla ráír GNU-ra, hogy mit ajánl trombózisra. A moja manželka teda napísala GNU-ovi, že čo teda ponúka, alebo čo odporúča alebo na trombózum pre takúto situáciu. És amit ő ajánlott, ezt az enzim italt, ezt az enzim keveréket én elneveztem enzimmixnek. A ten vlastne tento enzimový nápoj, ktorý teda odporúčil, ja som si to nazval enzimmix. És észrevettem, hogy nagyon lecsökkent tőle az étványom. Začal som ho užívať a zrazu som zistil, že veľmi mi klesla po ňom chuť do jedla. Od februára do augusta takto som schudol, teda vďaka nemu alebo pomocou neho 23 kg. Úgyhogy nem csináltam semmilyen diétát, nem sportoltam, semmi extra. Ugyanazt tettem, mint máskor. Takže som nerobil žiadnu diétu, nejak som extra nešportoval, nič som nezmenil, presne takisto som sa stravoval, lebo všetko som robil tak ako dovtedy. Csak sokkal kevesebbet, mert megszűntek ezek az éjségrohamok, nem ettem az édességet, nem kívántam. Len oveľa menej som jedol, pretože nemal som už také strašné nutkanie jesť, oveľa menej som jedol sladkosti, pretože jednoducho mi to nechutilo. Nem nagyon szokták elhinni nekem, hogy ez az enzimix nem kerül többe. Nie veľmi mi zvyknú ľudia veriť, že nie je to veľmi drahé tento enzimix. Tehát, hogyha kivonod belőle azt a pénzt, amit nem eszel meg, tehát az az élelmiszer, amit nem veszel meg, mert nem vagy éhes. Pretože keď si vlastne predstavíme hodnotu tých potravín, ktoré si nekúpime, vďaka tomu, že teda užívame tento produkt a tým pádom nie sme toľko hladní a nepotrebujeme toľko jesť, takže to je tá cena alebo tá hodnota tých potravín, ktoré nekúpime. És az, hogy 23 kilót fogytam, az nagyon sok panaszomat csökkentette, vagy teljesen megszüntette, egészségügyi panasz. A zároveň teda zvážime to, že tým, že som schudol 23 kg, tak som sa zbavil strašne veľa iných zdravotných problémov a ťažkostí, ktoré tiež niečo stoja, ich teda liečenie. Egyetlen nem várt kiadás volt az, hogyha 20 kilót leadsz, akkor teljesen határa be kell csinálni. Jediný teda taký nečakaný výdavok bol ten, že no teda keď človek schudne 20-23 kg, tak si musíte vymeniť kompletne celý šatník. De minden, még a téli kabátot is valahol bejön a hideg. Ale ešte všetko, dokonca aj ten zimník, pretože zo spodu vám to tam nafúka predsa len tú zimu. De, hogyha ezt üzletileg ügyesen csinálod, akkor ez az ár megtérül, tehát bőven meg tudod venni ezt az egész komplet ruhatárat. Ale keď sa obchodne k tomu šikovne postavíte, tak všetko toto sa veľmi, veľmi znásobí a veselo si viete všetky tieto svoje nové šaty zakúpiť z tých peňazí, ktoré zarobíte. Už nezvyko receptet. Pozrieme si teraz recept. 20 ml rýžecetu. Až 20 ml rýžového octu. 20 ml kordipány. 20 ml holinzy. Fél kis kasa palma enzim ital, az olyan 25 ml. Potom ešte to je taká vlastne ako pol litrová, ako taká malá paštička, nádobka. Még fél liter 15 ml. És ezt az adagot szépen reggeltől esti kiszokatot. 500 ml vody, ako vidíte, takže to je celý recept. A tým pádom vlastne máte takýto nápoj, ktorý celý deň vlastne môžete pomaličky piť, ešte to mám toľko. Za ráno som začala, mám to ešte toľko to. Jež nagyon finom. A je to veľmi chutné. Nekam az információ, hamarosan lesz Slovákiában is promóció erre a keverékre. A mám také informácie, že onedlho na Slovensku bude promócia práve na tento mix. Én nem biztos, én be fogok belőle vásárolni. Tak keď sa to tu teda uskutoční ľudia, tak ja si určite z toho nakúpim. Most lássuk az üzletet. Pozrieme sa teraz na obchod. Európa kétharmada a statisztikák szerint túlsúlyos. A podľa statisztik dve tretiny ľudí, ktorí žijú v Európe, trpia nadváhou.
Az is egy statisztika, hogy egy átlagos brit az élete során 127 fogyóhúrát kezdett. Aj to je statistika, že priemerný britský občan počas svojho života začne 127 rôznych diét odtlačovacích kúr. Ebben benne van az infotermék, a fogyókúrás mixek, a fitness bérlet, minden. Že tam je všetko, to sú nejaké informačné materiály, potom nejaké teda kúpi si nejaké prípravky, vďaka ktorým teda si myslí, že skúdne nejakú permanentnú do fitnesska si kúpi teda všetko. Tehát az emberek hajlandóak pénzt adni arra, hogy fogyjanak. Teda ľudia sú ochotní vydať peniaze v záujme toho, aby schudli. És 95% fél évben belül ugyanolyan kövér, mint volt. A 95% všetkých týchto ľudí o pol roka je presne tam isto naspäť, kde boli pred tým pol rokom. Az én súlyom augusztus óta 2 kg föl, 2 kg le. Moja váha od augusta je tak 2 kg hore dole, tak to sa hýbe. Tehát nincs jó efekt. Čiže žiadny jó efekt. Úgy döntöttem, hogy én ebben üzletileg belevágom. Hát rozhodol som sa, že ja k tomuto pristúpim aj obchodne. Az előbb volt itt egy kép a mérlegről, és minden héten lefotóztam a súlyomat, és felraktam a közösségi médiába. Pred chvíľkou ste tu videli obrázok váh. Ja som sa každý týždeň postavil na váhu, odmeral som si váhu a teda dal som o tom post na sociálne médiá. Először biztosan nevetnek sokan, de az nevet igazán, aki a végén nevet. Najprv sa ľudia na tom smiali, samozrejme, že na čo to je, ale ten sa smie najlepšie, kto sa smie naposledy. A TikTokon is csináltam minden nap egy videót, először csak az Enzymixről, aztán a többi termékről is. Na TikToku každý deň som teda dával videá. Najprv to bolo len o tomto Enzymixe, potom aj o ostatných produktoch. 2022-ben 180 ľudí lett TikTok. V roku 2022, ako vidíte, sme mali 180 ľudí. A 180 ember az év során majdnem 25,000 pontot hozott. A týchto 180 ľudí počas roku nám prinieslo takmer 25 tisíc bodov. Ezek nem nulla pontos belépők. Teda to neboli ľudia, ktorí vstúpili len na znova bodmi. És azt is tudjátok, hogy a direkteknek a pontjaiból kap az ember viszonylag a legtöbbet. A aj vy viete, že práve z tých bodov direktov človek dostáva späť tú najvyššiu sumu. Hát ebből a pénzből bőven le lehet cserélni ruhatára. Čiže z týchto peňazí si môžete úplne v pohode dovoliť výmenu komplet celého šatníka. Szóval a tanácsom a következő. Teda moja rada pre vás je nasledovná. Mindenki, aki úgy érzi, hogy szeretne fogyni egy kicsit. Každý to, co cíti tak, že trošku teda chce nejak schudnúť. Vágjon ebbe bele. Tak, smelo do toho. Te is posztold a súlyodat a közösségi médiába, csináld vele egy nagy reklámot. Zverejnite si svoju váhu na sociálnych médiách, aj vy urobte z toho veľkú reklamu. Az az én tapasztalatom, hogyha lefogysz 20 kilót. Takže moja skúsenosť je, že keď schudnete 20 kilót, az ismerőseid meg fogják kérdezni, hogy hogy csináltad. Vaši známi sa vás opýtajú, že čo robíte, čo ste robili, ako ste to dosiahli. És ők elmondod, hogy hogy csináltad. A len im porozprávate, teda ako ste to dosiahli. És aztán 2-3 hónap múlva már őket kérdezik az ismerőseid, hogy hogy fogytak le. A o 2-3 mesiace potom ich známi sa budú pýtať ich, že ako oni schudli. Tudjátok, mekkora bónusz lehet ebből összeszedni? Viete si predstaviť, aký bónusz tohto celého viete pozbierať? És azt gondolom, hogy ha valaki a kapszulákat fogyasztja, vagy a kávét vissza, azon nem látszik. Myslím si, že keď niekto teda užíva tej kapsule alebo pije kávu, tak na tom človeku to veľmi nie je vidieť. No ha lefogy, azt látszik. No? Ale keď ten daný človek, tá daná osoba schudne, tak to zbadá každý. Úgyhogy je nekem ez a kedvenc termékem most a DXN-ben. Čiže momentálne DXN toto je môj obľúbený produkt. Köszönöm a figyelmet. Ďakujem pekne.